Az elektroszmog elleni védelemnek számos eszköze lehet, használhatunk különféle műszaki eszközzel ragasztható matricákat, akár olyan kivitelben, hogy egy kő van olyan vékonyra leszeletelve és öntapadó felülettel ellátva, hogy ezt a műszaki eszközre tudjuk tenni, például indukciós sütőlapokra vagy egyébre, vagy egész egyszerűen olyan nagyobb tárgyat helyezünk el a műszaki eszköz, illetve a mi magunk környezetében, hogy védjen minket, vagy különféle energiakártyákat, védőkártyákat használhatunk, különféle szimbólumokkal ellátott tárgyakat használhatunk, vagy például orgonitot is használhatunk valamilyen szimbólummal, de egész egyszerűen a kialakult hatásokra, például a vérlemezkék összekapcsolódására, összetapadására használunk olyan illóolajat, eszenciális olajat, ami ezt a mellékhatást úgymond megoldja, az elektroszmog okozta mellékhatást, illetve olyan frissítő eszközöket, mert legtöbb elektroszmog terhelés az energiánkra, a frissességünkre van rossz hatással, tehát próbáljunk olyan anyagokat, eszközöket, tárgyakat, folyadékot, ételt használni, hasznosítani, ami a energiánkat visszaadja és energiával lát el minket. Tehát ezen eszközök mellett egész egyszerűen a táplálkozással, a folyadékfogyasztással, a pihenéssel, a stresszmentes környezetbe levéssel is tudunk védekezni és tudunk jó hatásokat elérni, és az elektroszmog terhelést tudjuk csökkenteni. Tehát elektroszmog és védelem ellene.